A legfurcsább titok 50 éves jubileumi kiadás Earl Nightingale eredeti 1956-os eszéjével. A legfurcsább titok A Földkerekség legfurcsább titkáról szeretnék neked beszélni. Néhány évvel ezelőtt a néhai Nobel-díjas Dr. Albert Schweizerrel interjú készült Londonban, és az újságíró megkérdezte tőle: Mondja, mi a gond manapság az emberekkel? A kiváló orvos egy percig hallgatott, majd azt felelte. Az emberek egyszerűen nem gondolkodnak. Éppen erről akarok most veled beszélni. Mi az aranykorban élünk manapság. Ez az a korszak, amit az emberiség annyira vágyott, amelyről álmodott és amelyért munkálkodott évezredeken át. Ám mivel elérkezett, ezért teljesen természetesnek vesszük. Mi itt Amerikában kifejezetten szerencsések vagyunk, hogy a leggazdagabb országban élhetünk, amely valaha csak létezett a föld színén, a mindenki előtt nyitva álló korlátlan lehetőségek földjén. De tudod, mit mondanak a tények? Vegyünk száz embert, akik ugyanonnan indulnak 25 évesen. Van fogalmad róla, mi történik ezekkel az emberekkel 65 éves korukra? Ez a száz ugyanolyan körülmények közül induló 25 éves ember mind azt hiszi, hogy sikeres lesz. Ha bármelyiküket megkérdeznéd, hogy sikeres akart-e lenni, mindenikük azt fogja válaszolni, hogy igen. Azt látnád, hogy mind lelkesen vágtak neki az életnek. Volt egyfajta csillogás a szemükben, egyenesség a tartásukban, és az élet egy meglehetősen érdekes kalandnak tűnt fel előttük. Ám 65 éves korokra közülük mindössze egy lesz gazdag, négy lesz anyagilag független, öt még mindig dolgozni fog, és 54-en anyagi gondokkal küzdenek. Most gondolkozz el egy pillanatra. Száz emberből mindössze öten lettek valóban sikeresek. Vajon miért vallanak ilyen sokan kudarcot? Mi történt a csillogással, ami 25 évesen még ott ragyogott a szemükben? Mi lett az álmaikkal, reményeikkel, a terveikkel? És miért van olyan hatalmas különbség a között, amit ezek az emberek tenni akartak, és amit valóban elértek? Amikor azt mondjuk, hogy körülbelül az emberek 5%-a lesz sikeres, meg kell határoznunk, mi is a siker. Íme tehát a definíció. A siker egy arra érdemes cél folyamatos megvalósítása. Ha az ember egy előre kitűzött cél megvalósításán dolgozik és tudja merre megy, akkor ez az ember sikeres. Ha nem így csinálja, akkor egy vesztes. Szóval a siker egy arra érdemes cél folyamatos megvalósítása. Roló mély, a kivételesen tehetséges pszichiáter írt egy csodálatos könyvet, önmagunk keresése címmel. Ebben a könyvben pedig azt állítja. Társadalmunkban a bátorság ellentéte nem a gyávaság, hanem a konformitás. Hát ez a gond a mai világunkban a konformitás. Az emberek mindig azt csinálják, mint mindenki más, anélkül, hogy tudnák, merre is tartanak. Ha belegondolsz, Amerikában éppen most, 2008-ban több mint 32 millió 65 éves vagy idősebb ember él, és a legtöbbjüknek anyagi gondjai vannak valaki mástól függenek az alapvető szükségleteik kielégítésében. Hét éves korunkra megtanulunk olvasni. 25 éves korunkra megtanuljuk, hogyan kell a pénzt keresni. Általában ekkorra nem csak, hogy pénzt keresünk, de már egy családról is gondoskodnunk kell. 65 éves korunkra mégsem tanuljuk meg, hogyan legyünk pénzügyileg függetlenek a valaha ismert leggazdagabb országban. Miért? Mert másokhoz igazodunk. A probléma pedig abban áll, hogy nem a megfelelő csapathoz igazodunk, hanem ahhoz a 95%-hoz, akik nem lesznek sikeresek. Vajon akkor miért igazodnak egymáshoz ezek az emberek? Tulajdonképpen igazán nem is tudják. Ezek az emberek azt hiszik, hogy az életüket a körülmények formálják, olyan dolgok, amelyek velük történnek, külső erők. Ezek a kívülről irányított emberek. Egyszer végeztek egy kutatást, amelyben rengeteg dolgozó embernek feltették a következő kérdést: Ön miért dolgozik? Miért kell fel reggelente? Húszból 19 válaszadó nem tudta megmondani. Általában azt felelték: Mindenki munkába megy reggelenként. És ez az oka annak, hogy ők is így tesznek, mert mindenki más ezt csinálja. A siker definíciója. Térjünk most vissza a sikerről megfogalmazott definíciónkhoz. Ki sikeres? Kizárólag az az ember sikeres, aki folyamatosan munkálkodik egy arra érdemes cél elérése érdekében. Ő az, aki közli, hogy ezzé és ezzé fogok válni, majd elkezd ennek a célnak az eléréséért erőfeszítéseket tenni. Megmondom én, kik a sikeres emberek. Sikeres az a tanár, aki azért tanít az iskolában, mert ezt akarja csinálni. Sikeres az az asszony, aki hivatásos anya és feleség, mert anya és feleség akart lenni, és jól teszi a dolgát. Sikeres az a férfi, aki a sarki benzinkutat üzemelteti, mert ez volt az álma, mert ezt akarta csinálni. Sikertörténet annak az eredményes, értékesítő üzletembernek az élete, aki mindig is első osztályú értékesítő akart lenni, és a cégével együtt akart növekedni és fejlődni. Bárkinek az élete siker, aki szándékosan egy korábban megálmodott állást tölt be, mert szánt szándékkal emellett döntött. Ám húsz emberből ez csak egyre igaz. Ezért is van az, hogy manapság nincs igazán konkurencia, csak ha megteremtjük magunknak. Versenyzés helyett semmi más dolgunk nincs, mint alkotni. Húsz éven át kerestem a titkot, hogy mi határozza meg, vajon mi történik egy emberi lénnyel. Létezik valamiféle kulcs, akartam tudni, amelytől a jövő nagyrészt előre megjósolható ígéretté válik. Létezik olyan kulcs, amely garantálhatja, hogy valaki sikeres legyen, ha tudomást szerezne róla, és tudná, hogyan kell használnia? Ami azt illeti, létezik ez a titok, és én meg is találtam. Elgondolkodtál már azon, hogy lehet, hogy olyan sokan nagyon keményen és becsületesen dolgoznak anélkül, hogy bármi különösebbet elérnének, mások meg látszólag nem dolgoznak keményen, és mégis mindent megkapnak. Aranyat ér a keze. Biztosan hallottad már ezt másoktól. Bármihez is nyúl, az aranyjá változik. Továbbá észrevetted de, hogy aki sikeressé válik, az általában a továbbiakban is sikeres lesz. Ugyanakkor, aki egy merő szerencsétlenség, az általában mindig is kudarcot vall. Ez a célok miatt van. Vannak köztünk, akiknek vannak céljai, és vannak, akiknek nincsenek. A célokkal rendelkező emberek boldogulnak, mert tudják, hová tartanak. Ilyen egyszerű az egész. Képzelj el egy kikötőből éppen a tengerre kifutó hajót, amelynek egész útja el van tervezve, a térképen is be van jelölve. A kapitány és a legénység pontosan tudja, hová tartanak, és hogy milyen hosszú lesz az utazás. A hajónak határozott célja van. Tízezerből 9999 esetben a hajó odaérkezik, ahova indult. Most pedig vegyünk egy másik, az elsőhöz nagyon hasonló hajót, csak éppen ne legyen rajta se legénység, se kapitány a kormánykeréknél. Ne adjuk meg neki az irányt, ne legyen irányzéka, ne legyen célállomása, csak indítsuk be a motort, is, hagyjuk hadd menjen. Bizonyára egyetértesz vele, hogy ha ez a hajó egyáltalán kijut a kikötőből, vagy elsüllyed, vagy egy lakatlan partszakaszra vetődik gazdátlanul nem képes sehová eljutni, hiszen sem úti céllal, sem az irányítást végző legénységgel nem rendelkezik. Az emberi lényekkel is hasonló a helyzet. Vegyünk például egy értékesítőt. A világon senki más nincs egy jó értékesítőn kívül, aki előtt ugyanolyan fényes jövő állna. Az értékesítés a legjobban fizetett foglalkozás, ha jók vagyunk benne, és ha tudjuk, hová tartunk. Minden vállalatnak Első osztályú értékesítő szakemberekre van szüksége, és ezeket az embereket gazdagon megfizeti. Számukra a határ a csillagos ég. Ennek ellenére, hány ilyen embert lehet találni? Valaki egyszer azt mondta: Az emberi faj nem arra koncentrál, hogy megakadályozza az erős győzelmét, hanem hogy megakadályozza a gyenge vereségét. A mai amerikai gazdaságot egy háború idején közlekedő hajókonvojhoz lehetne hasonlítani. Az egész gazdaság lelassul, hogy megvédje a leggyengébb láncszemet, mint ahogy a konvojnak is olyan sebességgel kellett haladnia, hogy a leglassúbb kereskedelmi hajója is a konvojban tudjon maradni. Ezért is olyan könnyű biztosítani a megélhetésünket. Manapság nem kellenek különösebb észbeli képességek vagy tehetség, hogy az ember elég pénzt keressen és eltartson egy családot. Tehát létezik egy úgynevezett biztonsági fenség, ha erre vágyik az egyén, de nekünk kell eldöntenünk, hogy ezen a fenségon felül még milyen magasra akarunk eljutni. Most pedig térjünk vissza a Földkerekség legfurcsább titkára, arra a történetre, amelyet ma el akarok neked mondani. Miért lesznek sikeresek azok, akiknek vannak céljaik, és miért vallanak kudarcot a céllal nem rendelkezők? Nos, hadd meséljek el valamit, amit ha megértesz, azonnal megváltoztatja az életed. Ha teljesen megérted, amit most elmondok neked, az életed soha többé nem lesz ugyanolyan, mint korábban. Hirtelen arra eszmész majd, mintha vonzzanád a jó szerencsét. Minden, amit akarsz, egyszerűen összejön és onnantól nem lesznek problémáid, aggájaid. A mardosó szorongás, amelyet addig éreztél, megszűnik. A kétségek, a félelem mind-mind a múlté lesznek. Íme a siker és a kudarc kulcsa is egyben. Azzá válunk, amire a legtöbbet gondolunk. Hadd mondjam el még egyszer. Azzá válunk, amire a legtöbbet gondolunk. A történelem folyamán a nagyszerű bölcsemberek, tanárok, filozófusok és próféták rengeteg különböző dologgal kapcsolatban vitatkoztak egymással. Csak ebben az egyben értettek teljesen és mindannyian egyet. Hallgassuk meg, mit mond erről Márkusz Aurelius, a nagy római császár. Az ember élete olyan, ami ennél gondolatai teszik. Diszraeli szavaival. Minden eljön, ha hajlandók vagyunk kivárni. Kitartó meditációval oda jutottam, hogy egy meghatározott, céllal rendelkező emberi lény mindenképpen eléri a célját, és semmi sem állhat ellen az akaratnak, amely a beteljesülés érdekében, akár még a létezést is kockára teszi. Ralph Waldo Emerson így ír, az ember nem más, mint amire egész állónap gondol. William James szerint pedig az én generációm legnagyobb felfedezése, hogy az emberi lények megváltoztathatják az életüket, ha változtatnak a gondolkodás módjukon. Továbbá azt is mondta, mindössze annyi a dolgunk, hogy teljes nyugalommal úgy teszünk, mintha a szóban forgó dolog valóság lenne, lankadatlanul, és akkor az adott dolog olyan módon kapcsolódik be az életünkbe, hogy végül mindenképpen valósággá válik. Ezen kívül az is az ő gondolata, hogy egyszerűen, ha eleget foglalkozol egy céllal, szinte bizonyos, hogy el is éred azt. Ha gazdag akarsz lenni, gazdag leszel. Ha tanult ember akarsz lenni, tanult ember leszel. Ha jó akarsz lenni, jó leszel. Csak az a fontos, hogy igazán vágyjál ezekre a dolgokra, kizárólag ezekre vágyjál, és ne vágyakozz egy időben száz egymással összenemillő dologra egyformán erősen. A Bibliában Márk evangéliumában ezt olvashatjuk. Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz. Régi barátom, dr. Norman Vincent Peale ezt így fogalmazta meg. Ez a világ mindesség egyik legnagyobb törvénye. Mennyire szeretném, ha már nagyon fiatal emberként rátaláltam volna. Az életem sokkal későbbi szakaszában döbbentem rá, és az egyik legnagyobb, hanem egyenesen a legnagyobb felfedezésnek tartom az Istennel való kapcsolatomon kívül. A nagyszerű törvény egyszerűen és röviden annyi, hogy ha negatív keretek között gondolkodsz, az negatív eredményekhez vezet. Ha pozitív szemlélettel gondolkodsz, akkor pozitív eredményeket fogsz elérni. Ez az egyszerű tény. Majd hozzátette, ez az alapja a jó jólétet és sikert meghatározó bámulatos törvénynek. Négy szóval, higgy és sikerülni fog. William Shakespeare szavaival, árulunk a kétség, attól foszt meg, mit könnyedén elérnénk, ha volna merszünk. George Bernard Shaw így írt erről. Az emberek mindig a körülményeket okolják, amiért azzá lettek, amik. Én nem hiszek a körülményekben. Ezen a világon mindig azok az emberek boldogulnak, akik kinyitják a szemüket és megkeresik a nekik való körülményeket, ha pedig sehol sem találják, akkor megteremtik. Nos, eléggé nyilvánvaló, nem igaz? Ráadásul, aki csak rájött erre egy ideig, mind azt hitte, ő volt az első, aki rádöbbent erre a bölcsességre. Azzá válunk, amire a legtöbbet gondolunk. Így hát logikus következtetés, hogy aki egy konkrét és arra érdemes célt tart szem előtt, az el is fogja érni, mert ő erre gondol, és mind azzá leszünk, amire a legtöbbet gondolunk. Másfelől viszont, akinek nincs célja, aki nem tudja merre tart, és akinek a gondolatai szükségképpen a zavartság, aggodalom, félelem és szorongás gondolatai, az szintén azzá válik, amire gondol. Az élete úgy alakul, hogy a dű, félelem, szorongás és aggodalom fogja meghatározni. Ha pedig semmire nem gondol, akkor semmi sem lesz belőle. Na már most hogyan is működik mindez? Miért válunk azzá, amire a legtöbbet gondolunk? Nos, elmondom neked már amennyire tudásunk van róla. Ehhez pedig hadd mutassak be egy élethelyzetet, amely az emberi elmét jól modellezi. Tegyük fel, hogy egy gazdának van egy darab földje, méghozzá jó termékeny földje. Ez a föld választás elé állítja a gazdát. Bármit vethet bele, amit csak akar, a föld nem törődik bele. A gazda dolga, hogy meghozza a döntést. Ne feledd, hogy most az emberi elmét a földhöz hasonlítjuk, mert ahogy a föld, az elme sem törődik vele, milyen gondolatokat plántáz belé. Azt fogja visszaadni, aminek a magját elültetted benne. De az nem számít neki, pontosan minek a magjait szortad el. Mondjuk, hogy ennek a gazdának két mag van a kezében. Az egyik egy szem kukorica, a másik egy nadragúja magja, utóbbi halálos méreg. A gazda ás két kis lyukat a földbe, és mindkét magot előteti. Az egyikbe a kukoricát, a másikba a nadragúját. Mindkét lyukat betemeti, megöntözi, és majd gondozza a földet. Vajon mi történik? A föld ugyanúgy visszaadja, amit belévetettek. Ahogy a Bibliában is áll, ki mint vett, úgy arad. Ne feledd, a földnek nem számít a mérgező növényt, épp oly bőséggel fogja táplálni, mint amilyen csodálatos bőséggel a kukoricát visszaadja neked. Vagyis nagyon nőnek a növények, a kukorica csak úgy, mint a méreg. Az emberi elme sokkal termékenyebb, sokkal hihetetlenebb és rejtélyesebb, mint a föld, de ugyanúgy működik. Nem törődik vele, mit ültettünk belé. Sikert, kudarcot, konkrét értelmes célt vagy zavarodottságot, félreértést, félelmet, aggodalmat, és így tovább. Ám amit belé ültetünk, azt vissza kell, hogy adja nekünk. Amint látod, az emberi elme az utolsó nagy részt még feltérképezetlen kontinens a földön. A legvadabb álmainkat megszégyenítő gazdagságot rejt. Bármit nagyra növeszt, aminek csak elvetjük belé a magjait. Lehet, hogy most megfordul a fejedben. Igen, de ha ez igaz, akkor miért nem használják többet az emberek az elméjüket? Az a helyzet, hogy szerintem már erre is megvan a válaszuk. Az elménket születésünkkor alapértelmezett berendezésként kapjuk. Ingyen van. És mindennek, amit minden ellenszolgáltatás nélkül elnyerünk, kevés jelentőséget tulajdonítunk. Azokat a dolgokat tartjuk sokra, amelyekért pénzt fizettünk. Az igazság pedig paradox módon ennek éppen az ellentéte. Minden, ami csak valóban értékes az életben, azt ingyen kapjuk. Az elménket, a lelkünket, a testünket, reményeinket, az álmainkat, az ambíciónkat, az intelligenciánkat, a családunk, gyermekeink, barátaink és a hazánk iránt érzett szeretetünket. Mindez a felbecsülhetetlenül nagy értékünk ingyenes. Ám azok a dolgok, amelyek a pénzünkért megvásárolhatóak, tulajdonképpen nagyon alacsony értéket képviselnek, és bármikor pótolhatóak. Egy jó ember, ha teljesen elszegényedik is, képes újra nagy vagyont felhalmozni. Sokszor egymás után is képes erre. Ha le is ég a házunk, újra tudjuk építeni, ám mindazt, amit ingyen megkaptunk, soha többé nem tudjuk pótolni. Az emberi elmét azért nem használjuk, mert egyszerűen természetesnek vesszük a létezését. A megszokottat hajlamosak vagyunk alábecsülni. Az elménk bármilyen feladatot el tud végezni, amit csak kiszabunk neki, ám általában csak kis, jelentéktelen dolgokkal bízzuk meg, ahelyett, hogy nagy és fontos feladatokat adnánk neki. Több egyetem kutatói is bizonyították már, hogy a legtöbben a képességeinknek mindössze 10%-át hasznosítjuk, vagy még annyit sem. Ezért most döntsd el, mit is akarsz. Ültesd el a célodat az elmédbe. Ez a legfontosabb döntés, amit valaha meg fogsz hozni életed során. Mit is akarsz? Kiemelkedő, értékesítő akarsz lenni. Jobb akarsz lenni a konkrét szakmádban. El akarsz jutni valahová a cégeden, a közösségeden belül, meg akarsz gazdagodni? Nem kell mást tenned, csak elvetned azt a magot az elmédben, gondozni, álhatatosan munkálkodni a célod elérésén, és valósággá válik. Nem csak, hogy valósággá válik, de nem is történhetne másként. Tudod, ez épp olyan törvény, mint Sir Isaac Newton gravitáció törvényei. Ha felmászol egy épület tetejére és leugrasz onnan, mindenképpen lefelé fogsz elmozdulni, soha nem felfelé. Ugyanígy van ez a természet minden egyéb törvényével. Mindig működnek, megváltoztathatatlanok. Gondolj a célodra, nyugodt, pozitív hangulatban. Képzeld el magad lelki szemeid előtt úgy, mintha már el is érted volna ezt a célt. Lásd magad mindazon cselekvések közepette, amelyeket akkor fogsz végezni, ha már elérted a célod. A mi éránkat a fenobarbital korának szokás nevezni, gyomorfekély, az idegösszeroppanások és a nyugtatók korának. Egy olyan korszakban, amikor az orvostudomány az egészségi és a hosszú élet új dimenziójába juttattak minket, Túlságosan sokan hajszoljuk magunkat aggodalmaskodva idő előtt a sírba, miközben a saját kis módszereinket alkalmazva igyekszünk megküzdeni a problémákkal ahelyett, hogy elsajátítanánk a nagy törvényekből néhányat, amelyek mindenről gondoskodnak helyettünk. Mindezt a megrögzött gondolkodásmódunknak köszönhetjük. Mindannyian a saját gondolataink teljes összessége vagyunk. Mindenki azért van ott, ahol van, mert pontosan ott akar lenni valójában, akár bevallja, akár nem. Mindannyiunknak a gondolatai gyümölcséből kell élnie a jövőben, mert amit ma és holnap, a jövő hónapban és a jövő évben gondolsz, az alakítja az életed és határozza meg a jövődet. Az elméd vezet téged. Emlékszem, egyszer Arizonán hajtottam keresztül, és láttam egy óriási földmunkagépet, amit 60 km per órás sebességgel robogott az úton, ránézésre 30 tonnányi földdel megpakolva. Roppant nagy, hihetetlen gépezet volt. Magasan fent a tetején pedig egy kis ember gubbasztott a kormánykerék mögött, onnan vezette a gépet. Ahogy elhaladtam mellette, egyszer csak rádöbbentem, mennyire hasonlít ez a gép az emberi elméhez. Tegyük fel, hogy ott ülsz egy ilyen hatalmas energiabomba kormányánál. Vajon karba kézzel kézzel hátradölnél és hagynád, hogy az árokba hajson, Vagy két kézzel erősen megragadnád a kormánykereket, és az erőt egy adott, egy értelmes cél felé kormányoznád és vezetnéd? Tőled függ. Te ülsz a vezető székében. Látod, maga a törvény, amely a sikerünk kulcsa kétélű fegyver. Uralnunk kell a gondolatainkat. Ugyanaz a szabály, amely a sikerben, gazdagságban, boldogságban és az általa az önmagának és a családjának megálmodott minden másban bővelkedő élethez segíthet valakit, ugyanaz a törvény juttathatja a sűjesztőbe is. Minden azon áll vagy bukik, hogyan használja, jó le vagy rosszul. Ez a legfurcsább titok a világon. Hogy miért tartom furcsának és miért is nevezem titoknak? Tulajdonképpen egyáltalán nem is titok. Először a legrégebbi bölcsek közül hirdették többen, a Bibliában pedig újra és újra felbukkan. Ám azok közül, akik megismerték, csak nagyon kevesen értették meg. Ezért is furcsa, és hasonlóan furcsa okokból ezért is marad lényegében titok. Szerintem, ha végig sétálsz a városod főutcáján, és megkérdezed az egyik járók előtt a másik után, hogy mi a siker titka, nagy valószínűséggel egy hónap alatt sem találsz senkit, aki meg tudná neked mondani. Ez az információ elképesztően értékes számunkra, ha tényleg megértjük és alkalmazzuk. Értékes számunkra, és nem csak a saját életünkre vonatkozóan, hanem a körülöttünk lévők, a családtagjaink, a beosztottaink, a munkatársaink és a barátaink életére vonatkozóan is. Az élet jó esetben izgalmas kaland, nem szabadna unalmasnak lennie. Mindannyiunknak teljes életet kellene élnie, élnünk kellene. Mindenkinek örülnie kellene reggel, amikor fel kell az ágyból, olyan munkát kellene végeznie, amelyet szeret, mert jól csinálja. Egyszer hallottam Grove Peterson Toladó déli beléd, néha kiváló főszerkesztőjének a beszédét, amelynek a végén olyasmit mondott, amit azóta sem felejtek el. Így hangzott. A lapkiadás világában az eltöltött éveim során számos dologról meggyőződtem. Többek között arról, hogy az emberek alapvetően jók, és hogy mind valahonnan jövünk és valahová tartunk. Ezért az itt eltöltött időket izgalmas kalandá kellene tennünk. A világ mindenség nagy tervező mérnöke nem a semmibe tartó lépcsőt épített. Minden tanítók legnagyobbika, a Galilea földjéről származó ácsmester újra és újra elmondta nekünk a titkot. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Fizesd meg az árát! Harminc napos program a gondolkodás módod megváltoztatására. Az imént elmagyaráztam a világ legfurcsább titkát, és azt hogyan működik. Most pedig be akarom mutatni, hogyan bizonyíthatod be magadnak, milyen óriási jutalomra számíthatsz az életben, ha gyakorlati próbának veted alá ezt a titkot. Azt akarom, hogy tígy egy harminc napig tartó próbát. Nem lesz könnyű, de ha valóban igyekszel, teljesen átformálja, jobbá teszi majd az életed. A 17. században Sir Isaac Newton, az angol matematikus és természetfilozófus a fizika néhány természeti törvényét hagyta nekünk örökül, amelyek épp úgy alkalmazhatóak az emberi lényekre, mint a világegyetemben található testek mozgására. Az egyik ilyen törvény, hogy minden hatás vele egyenlő erejű és ellenkező irányból érkező ellenhatást vált ki. Ha rád vagy rám akarjuk ezt alkalmazni, akkor egyszerűen azt jelenti, hogy semmit nem érhetünk el anélkül, hogy megfizetnénk az árát. A 30 napos kísérleted eredménye egyenes arányban lesz a ráfordított energiád mennyiségével. Ahhoz, hogy valakiből orvos legyen, hosszú évek nehéz tanulmányaival kell fizetnie. Ha valaki sikeres akar lenni az értékesítésben, ne feledd, hogy mindannyian az értékesítésben való képességünkhöz mérten leszünk sikeresek benne. A családunknak az ötleteinket adjuk el, az iskolában az oktatást, a gyermekeinknek a jó és becsületes élet előnyeit, a munkatársainknak és beosztottainknak pedig annak a fontosságát, hogy kivételes emberek legyenek, és persze magát az értékesítés hivatását. Ám ahhoz, hogy az értékesítéssel sikeresen megváltsuk az utunkat a jó életbe, az kell, hogy hajlandóak legyünk megfizetni érte. De mi az ár, amit meg kell fizetnünk érte? Az a helyzet, hogy több dolog is van. Először is érzelmileg és értelmileg is felfogni, hogy szó szerint azzá válunk, amire a legtöbbet gondolunk. Hogy irányítanunk kell a gondolatainkat, ha irányítani akarjuk az életünket. Az ár az, hogy teljesen megértsük, ki mint vett, úgy arad. Másodszor, el kell távolítanod minden békjót, amely kordában tartja az elmédet, és hagyni, hogy szárnyaljon úgy, amilyenre fenségesen tervezték. Az ár annak felismerése, hogy a korlátaidat magad támasztod, és hogy a ma számodra elérhető lehetőségek minden elképzelést felülmúlnak. Az ár az, hogy felülemelkedsz a szűk látókörű kicsinyességen és előítéletességen. Harmadszor pedig az ár az, hogy minden bátorságodat felhasználva rá kell szorítanod magad, hogy pozitívan gondolkodj a saját problémáidról. Hogy hagyd a csodálatos elmédet, hogy minden lehetséges szemszögből átgondolja a célodat. Hogy hagyd a képzeletedet, hogy szabadon spekuláljon a sok különböző lehetséges megoldáson hogy ne legyél hajlandó elhinni, hogy vannak elég erős körülmények, amelyek legyőzhetnek a kitűzött célod elérésében. Hogy cselekedj azonnal is határozottan, amikor már világos az irány, és folyamatosan legyél tudatában, hogy ebben a pillanatban saját gyémánt mezőt kellős közepén állsz, ahogy Russell Campbell is rámutatott annak idején. Negyedszer, spórold meg keresetet legalább tíz százalékát. Ezzel azt is tudatosítod, hogy mindegy, mi a jelenlegi foglalkozásod, óriási lehetőségek rejlenek benne, ha hajlandó vagy megfizetni az árát. Most vegyük végig a legfontosabb dolgokat, azt az árat, amelyet mindannyiunknak meg kell fizetnie, hogy a számunkra elérhető csodálatos életet élhessük. Az természetesen minden árat megér. Első pont, azzá válsz, Amire a legtöbbet gondolsz. Második pont. Emlékezz arra a szóra. Képzelet. Hagyd szárnyalni az elmédet. Harmadik pont. Bátorság. Minden nap koncentrálja a célodra. Negyedik pont. Tedd félre a keresetet tíz százalékát. Az ötödik pont pedig a cselekvés. A gondolatok nem érnek semmit, ha nem sarkalnak tettekre. Most felvázolom a 30 napos próbát, amelyet el akarok végeztetni veled. Ne feledd, hogy nincs veszíteni valód azzal, hogy elvégzed ezt a kísérletet, és benne van a lehetőség, hogy elnyerj mindent, amit valaha el akartál nyerni. Két dolog van, ami talán mindenkiről elmondható. Az egyik, hogy mindannyian akarunk valamit, és hogy mindannyian félünk valamitől. Szeretném, ha leírnád egy kis kártyára, hogy mit akarsz mindennél jobban. Ez lehet több pénz, lehet, hogy meg akarod duplázni a jövedelmedet, vagy egy bizonyos összeget akarsz keresni. Lehet gyönyörű otthon, lehet a munkádban való sikeresség, lehet egy bizonyos pozíció az életben, lehet harmonikusabb családi élet. Mindannyian akarunk valamit. Írd le a papírlapra pontosan, te mit is akarsz. Figyelj oda, hogy egyetlen cél legyen, és egyértelműen határozd meg. Nem kell megmutatnod senkinek, de tartsd magadnál, hogy a nap folyamán többször is meg tud nézni. Gondolj rá, vidám, nyugodt, pozitív hangulatban minden reggel, amikor felkelsz, és azonnal van is valamid, amiért dolgozhatsz, amiért ki kell kelned az ágyból, valami, amiért élhetsz. Nézd meg, ahányszor csak lehetőséged van rá a nap folyamán, és este is mielőtt lefekszel aludni. Amikor megnézed, ne feledd, hogy azzá kell válnod, amire gondolsz, és mivel célodra gondolsz, rájössz majd, hogy hamarosan a tied is lesz. Tulajdonképpen már abban a pillanatban a tied, amikor leírod a papírra, és elkezdesz rágondolni. Lásd a bőséget magad körül, miközben a mindennapi teendőidet intézed. Ugyanannyi jogod van ehhez a bőséghez, mint minden más élő teremtménynek, mind a tiéd, ingyen. Most pedig elérkeztünk a nehéz részhez. Azért nehéz, mert egy valószínűleg teljesen új szokás kialakítását jelenti, és nem könnyű új szokásokat kialakítani. Ha azonban egyszer kialakítod ezt a szokást, egész életedben végig kísér majd. Ne gondolj arra, amitől félsz. Ahányszor csak egy félelmetes vagy negatív gondolat kerül a tudatodba, helyettesítsd a pozitív és arra érdemes célod mentális képével. Lesz majd olyan, hogy úgy érzed, jobb lenne feladni. Az emberi lényeknek könnyebb negatívan gondolkodni, mint pozitívan. Ezért is van az, hogy csak 5%-uk sikeres. Most ebbe a csoportba kell bekerülnöd. 30 napig irányításod alatt kell tartanod az elméd. Csak arra gondolhat, amit engedélyezel neki. A 30 napos próba során minden egyes nap tegyél többet, mint amennyit tenned muszáj. Amellett, hogy folyamatosan vidám és pozitív szemlélettel élsz. Adj többet magadból, mint amennyit korábban valaha is adtál. Közben pedig tartsd észben, hogy a jutalmad az életben mindenképpen egyenes arányban lesz azzal, amit te adsz. Abban a pillanatban, ahogy eldöntöd, milyen cél eléréséért munkálkodsz, azonnal sikeres emberré válsz. Onnantól abba a ritka és sikeres csoportba tartozol, amelynek tagjai tudják, hová tartanak. Bármely száz ember közül te a legkiemelkedőbb ötös tagja vagy. Ne foglalkozz túl sokat azzal, hogyan fogod elérni a célodat. Ebben teljesen hagyatkozz a nálad nagyobb erőre. Csak annyit kell tudnod, hová tartasz. A válaszok saját maguktól fognak hozzád érkezni, és éppen a megfelelő időben. Ne feledd a hegyi beszédet, jól vésd az eszedbe minden szavát, folyamatosan tartsd szem előtt. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ilyen lenyűgöző és egyszerű az egész. Tulajdonképpen olyan egyszerű, hogy a látszólag bonyolult világunkban nehéz egy felnőttnek megértenie, hogy csak egy célra és hitre van szükséged hozzá. Harminc napon keresztül tégy meg minden tőled telhetőt. Ha értékesítő vagy, adj bele mindent, ahogy még soha azelőtt. Ne hirtelen felindulással, hanem nyugodt, derűs magabiztossággal, hogy az eltöltött idő meghozza neked az általad megérdemelt és vágyott vőséget és jutalmat. Ha hivatásos anya vagy, a harmincnapos próba ideje alatt teljesen szenteld magad annak, hogy agymagadból, nem gondolván arra, mit kapsz cserébe, és le leszel nyűgözve, mekkora változás áll be az életedbe. Mindegy, mi a munkád, végezd úgy harminc napig, ahogy még soha nem végezted azelőtt, és ha minden nap szem előtt tartottad a célodat, lenyűgöz majd, és ámulatba ejt az új életed, amire ráakadsz. Dorothea Brand, a kiemelkedő szerkesztő és író is felfedezte magának a titkot, és a Nyitott Szemmel című remek könyvében mesél róla. Az egész filozófiája ezekkel a szavakkal foglalható össze. Cselekedj úgy, mintha kizárt lenne, hogy kudarcot vallasz. Ő is őszintén és hittel elvégezte a saját próbáját, és az egész élete mindent áthatóan sikeressé változott. Most tehát 30 napon keresztül végzed ezt a kísérletet. Addig ne vágj bele, amíg el nem döntötted magadban, hogy be is fogod tartani. Tudod, azzal, ha kitartó vagy, hitről teszel tanúbizonyságot. A kitartás végső soron hit, csak más szóval. Ha nem lenne hited, nem tartanál ki. Ha kudarcot vallanál az első harminc napban, és ezen én azt értem, hogy hirtelen rádöbbensz, elárasztanak a negatív gondolatok, és újra kell kezdened és újabb harminc napig folytatni a gyakorlatot. Az új szokásod fokozatosan fog kialakulni, amíg csak nem találod fel annak a csodálatos kisebbségnek a tagjai között, akiknek lényegében semmi sem lehetetlen. Ne feledkeznek a kártyáról elengedhetetlenül fontos, mikor belevágsz ebbe az új életmódba. A kártya egyik oldalára írt fel a célodat, bármi legyen is az. A másik oldalra pedig írt fel a hegyi beszédből vett idézetünket. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, Zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. A kísérlet ideje alatt szabad szabadidődben olvas olyan könyveket, amelyek segítenek neked. Inspiráló könyveket, mint például a Biblia. Dorothy Brand nyitott szemmel, vagy Claude Bristol, a hit csodája, vagy éppen Napoleon Hill, gondolkodj és gazdagodj című könyvét. Soha semmilyen nagy dolgot nem vit még végbe senki inspiráció nélkül. Érd el, hogy ez alatt a döntően fontos első harminc nap alatt a saját inspirációd a csúcson legyen. Mindenek előtt pedig ne aggódj. Az aggodalom félelmet szül, és a félelem bénító. Az egyetlen dolog, ami miatt aggódni kezdhetsz a kísérleti időszakban, hogyha mindent magad próbálsz elvégezni. Tudd, hogy neked csak annyi a dolgod, hogy szem előtt tartsd a célod. Minden egyéb majd gondoskodik magáról. Ne feledd, maradj nyugodt és derűs. Ne hagyd, hogy kicsinyes dolgok felbosszantsanak és eltántorítsanak az utadról. Mivel ez a próba nehéz, néhányan most biztosan azt mondják, de hát miért strapáljam magam? Hát, vedd csak számba a másik lehetőséget. Senki sem akar csőd tömeg lenni, Senki sem akar igazán középszerű egyén lenni. Senki sem akar folyamatosan aggodalommal, félelemmel és frusztrációval küzdeni. Ezért emlékezz, hogy mindenképpen azt fogod learatni, amit vetettél. Ha negatív gondolatokat vetettél, az életed negatív dolgokkal lesz tele. Ha pozitív gondolatokat vetettél, az életed derűs lesz, sikeres és pozitív. Aztán hajlamos leszel fokozatosan megfeledkezni arról, amit itt olvastál, ezért olvasd el gyakran. Folyton emlékeztesd magad rá, hogy mit kell tenned ennek az új szokásnak a kialakításáért. Hívd össze az egész családodat, olvast fel nekik rendszeresen, amit itt elmondtam. Tudod, a legtöbben azt mondják, hogy anélkül akarnak pénzt csinálni, hogy megértenék a törvényt. Kizárólag azok csinálnak pénzt, akik a pénzverdében dolgoznak. Nekünk a többieknek meg kell érdemelnünk a pénzt. Ezért van az, hogy akik folyton úgy akarnak kapni, hogy semmit sem adnak cserébe, akik potyautasok akarnak lenni, azok kudarcot vallanak az életben. Az egyetlen mód, ahogyan a pénzt kiérdemeljük, ha szükséges vagy hasznos szolgáltatásokkal vagy termékekkel látjuk el az embereket. Az időnket, a termékünket vagy a szolgáltatásunkat elcseréljük a többiek pénzéért. Ezért aztán a törvény úgy szól, hogy az anyagi jutalmunk egyenes arányban lesz a szolgáltatásunk nagyságával. A siker nem a pénzcsinálás következménye. A pénzcsinálás a siker következménye. A siker pedig egyenes arányban áll a szolgálatunkkal. A legtöbb ember fordítva alkalmazza ezt a törvényt. Azt hiszik, hogy attól vagy sikeres, hogy sok pénzt keresel. Az igazság viszont az, hogy csak azután tudsz pénzt keresni, ha már sikeres siváltál. Mint az egyszerű ember történetében, aki csak ült a kájhaj előtt is, így szólt hozzá, adj nekem meleget, és akkor majd én is teszek fát a tűzre. Hány férfit is, nőt ismersz? Szerinted hányan vannak ilyenek manapság, akik ugyanígy állnak az élethez? emberek milliói. Előbb raknunk kell a tűzre, csak aztán várhatjuk a meleget. Ugyanígy először szolgálnunk kell, csak aztán várhatjuk a pénzt. Ne foglalkozz a pénzzel, szolgálj, építs, dolgozz, álmodj, alkos. Ha így teszel, meglátod határtalan jólét és bőség köszönt rád. A gazdagság a kölcsönös csele törvényén alapul. Bárki, aki hozzájárul a gazdagsághoz, cserébe maga is bővelkedni fog. Néha előfordul, hogy a viszonzás nem azoktól érkezik, akiket szolgálsz, de valahonnan el kell, hogy érjen téged, mert ez a törvény. Mert minden hatás vele egyenlő, erejű és ellenkező irányból érkező ellenhatást vált ki. Ahogy nap mint nap haladsz előre a 30 napos kísérlettel, ne feledd, hogy a sikered mértékét mindig az általad tett szolgálat minősége és mennyisége határozza meg, és a pénz a szolgálatot fokmérője. Senki sem lehet gazdaggá anélkül, hogy másokat ne gazdagítana. Ez alól a törvény alól nincs kivétel. Amerika bármely utcáján végighajthatsz, és az autódból kinézve meg tudod becsülni, mekkora szolgálatot tesznek az adott utca lakói. Gondoltál már valaha erre a fokmérőre? Érdekes. Néhányan például a lelkészek és a papok lelkiértelemben vett jutalomban gondolkodnak, de a jutalmuk mértéke megint csak a szolgálatoktól függ. Amikor egy gondolkodó ember teljesen megérti ezt a törvényt, meg tudja majd jósolni a saját jövőjét. Ha többet akar, akkor több szolgálatot kell nyújtania azoknak, akik től a jutalmát kapja. Ha kevesebbet akar, egyszerűen csak csökkentenie kell a szolgálata mértékét. Ez az az ár, amelyet meg kell fizetned azért, amit el akarsz érni. Ha azt hiszed, Gazdálkodhatsz abból, hogy másokat becsapsz, a végén csak magadat csapod be. Eltarthat egy ideig, de amilyen biztos, hogy lélegzel, olyan biztos, hogy azt fogod visszakapni, amit te adtál. Soha ne kövesd el azt a hibád, hogy azt hiszed megkerülheted ezt a törvényt. Az lehetetlen. A börtönök és a magányos emberek rótta utcák tele vannak olyanokkal, akik új törvényt akartak alkotni maguknak. Egy ideig elkerülhetjük az ember alkotta törvényeket, de vannak nagyobb törvények, amelyeket nem lehet megszegni. Egy kiemelkedő orvos nemrég hat lépést állapított meg, amelynek segítségével sikeres lehetsz. 1. Tűz ki magad elé egy határozott célt. 2. Hagy fel azzal, hogy kis hitűségeddel lebeszéled magad. 3. Ne gondolkozz többé azon, miért is nem lehetsz sikeres, helyette foglalkozz azzal, mi az, amitől igen. 4. Egészen a gyerekkorodig kövesd vissza a hozzáállásodat, és próbálj rájönni, mikor támadt először az a gondolatot, hogy nem lehetsz sikeres, már ha így gondolkodsz az életben. 5. Változtasd meg az önmagadról alkotott képet, készíts képet arról, akivé válni szeretnél és végül játszd annak a sikeres embernek a szerepét, akivé döntésed szerint válni akarsz. Az orvos, aki leírta ezeket a gondolatokat, dr. David Harold Fink, pszichiáter, Kaliforniából. Csináld azt, amit az írott történelem hajnala óta minden szaktekintély javaslata szerint tenned kell. Fizesd meg az árat azáltal, vagyis válj azzá, akivé válni akarsz közel sem olyan nehéz dolog, mint sikertelenül élni. Tegyél egy harminc napos próbát, aztán ismételd meg újra és újra. Minden alkalommal egyre jobban a részedné válik. még egyszer csak rácsodálkozol, hogy is élhettél egyáltalán valamikor másképp. Éld ezen az új módon az életed, és a bőség zsilipei felnyílnak, és annyi gazdagságot árasztanak rád, amennyinek a létezéséről még csak álmodni sem mertél pénzben mérhető gazdagságot is. Igen, bőven, de ami sokkal fontosabb, békére lesz. Abba a csodálatos kisebbségbe fogsz tartozni, amelynek tagjai nyugodt, vidám és sikeres életet élnek. Kezd el ma, semmit sem veszítesz, de megnyerheted az életedet.